Egy hagyományos fazekas műhelyben járunk, ahol Yusuf, a helyi fazekas mester elméleti síkon megtanított engem fazekaskodni, és azért állunk itt, mert ezen elmélet szerint a fazekaskodás itt kezdődik. Ez ugyanis az agyagbánya, ahova lemennek a srácok, kiválasztják a megfelelő agyagot, felhozzák onnét, és mi most csak azért nem megyünk le, illetve két okból kifolyólag nem megyünk le. Egyrészt, mert nincs lent fény, másrészt, mert nincs lent oxigén. Legalábbis délutánonként nem szokott lenni, megyünk tovább. Megérkezik ide a nyersanyag, kiszórják, három napig itt áll, szikkad, majd miután megszikkad, ezzel a fakalapáccsal porrá zúzzák. Arra nagyon kell figyelni, és azt annak mondom, aki otthon ezzel próbálkozna, már amennyiben van agyagbányája, hogy ne maradjon benne se kavics, semmi apró törmelék, tiszta por alakú agyag legyen belőle, amit aztán át kell hozni ebbe a kis medencébe, és bele kell önteni, és hagyni kell itt is egy 2-3 napot. Ha ezzel végeztünk, akkor a vízből kihalásztuk a szitával, behelyezzük ide itt is, állni hagyjuk pár napig, majd innét tömbökbe kerül be a műhelybe. És hogy még szürreálisabb legyen az este, off-topic következik témán kívül. Itt a fazekas műhely kertjében, és most nem akarom kibillenteni a kedves nézőt lelki egyensúlyából, de ott egy babateve. Hát én ezt lefotózom. Ebből baj nem lehet. Azért engem még nem köpött le teve. Megvárom, amíg köp. Meglegyen. Aha, már gyülemlik. Szevasz, öcsi sajt! Hát gyere! Hát szevasz! Hát neked milyen kis cuki fejed van?